it's you! All your Vasar belong to us. 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 Take off every zig. Move zig. Move zig. For great justice. What you say? やった！やったぞ！とうとうカズヤを倒したぞ！Na, akkor köszöntök mindenkit, és íme a Pocket Monster Thread. Egy olyan hülye kérdésem lenne, hogy ez az intro hogy a fenébe jön mégis a játékhoz? No, kezdjük el akkor a játékhoz. A számítógép az persze nem működik, és alhatjátok ezt az idegesítő hangot, hogy mászkálok. Ez a annyira irritáló. Az ajtón. Így van, az én gépem soksz, azért ennyire szaggott. Szaggott, rángott. Le is vettem a zenét, és jön Oak professzor, akinek nem kéne ilyen hülye hajkoronát viselnie. Oak professzor úgy tűnik, hogy befestette a haját és megkoposzodott. Vajon olyan érzésem, hogy nem is abból a játékból kéne lennie. Egy Pokémon labda van az asztalon, gondolom az enyém. De nem, Gary fogta magát és elvitte. Ezt hívják korrupciónak családon belül. Hát ez engem eléggé Pokémon jelölre hasonlít. Na, mennék ki, de jön egy Pokémon küzdelem. Négyes szintű Odish ellen. No, hát itt látszik, hogy minél nagyobb szintű az ellenfeled, annál több ütésre lehet megütni. De tök mindegy, hogy milyen típusú, így is annyi ütés kell neki. És hogyha egy 10-15 szinttel felette vagy, akkor tök mindegy, mennyi energiája van, egy ütésre megütni. Másikat látottok, kétszer játszottam ezt a játékot, és látottak az előbb, hogy egy egyes szintű retikét volt. Tehát még itt is teljesen random adja ki a Pokémonokat az ellenfelnek. Ez hülyeség. Sőt, itt is nem az van, hogy mész előre a játékban, és egy adott mezőn belül például már nem kettes szintű Pokémonok vannak, hanem mondjuk 14-15. Nem. Minél ugyanazok a random szintűek. Persze, az figyelembe veszi, hogy most én csak 6-os szintű vagyok. És jól látjátok, hogy éppenséggel én most itt est láthatjátok küzdeni. Így van, est, nem pedig egy Pokémont, hanem est magát. Ez egyszerűen szánalmas. Egyes szintű retikét, úgy van, elmenekültem. És direkt nem halljátok a zenét, örüljetek neki. Mert fölvettem volna a zenével, és akkor berángatott volna, úgy mint az előbb. Lássuk magát a menüt. Íj, szép buvár Pikachu, játéknak közel nincsen hozzá szerintem. Nézzük, mi van neke? Egy Pikachu. Amit így semmiből sikerült megkapnom. Érdekes. Nem is tudtam, hogy valahonnan szereztem én egy Pikachut. Csúnya a menü, úgy mint maga a játék. Egyszerűen ronda. Hát akkor lássuk egy Pokémon küzdelmet. Hallgassátok, idegesítő zenét. Kettes szintű Odish, és halljátok a simpalást, hogy ezt a bugást látjátok, ugye? Ezt a statikus hangot. Rémes! Aj, ez még rosszabb. Aha. És Wilder Game, és még csúsz! Jól megmutott szöveg. És jön egy üzem, ami gyakorlás, sőt mondjuk úgy, hogy level kempelés nélkül nem nagyon lehet megcsinálni. Itt legalább egy 12-es szintű meg kellene lennem ahhoz, hogy normálisan tovább tudjak jutni az erdőn, vagy különben folyton visszajutnék a pálya elejére. Láthatjátok, hogy egyszerűen esélye nincs ezen a 6-os szintű Nidoking ellen. Folyamatosan legalább egy vagy két energiát össze. Fölgyorsítom, mert baromi sokáig tartanak.
Hú, most én támadok, most ő támad, most én támadok, most villog, most ő támad, most én villogok, most én támadok, most ő támad, most én támadok, most ő támad. Hát ez eléggé monoton, meg az a zene is úgy 10-15 másodperceként ismétlődik. Úristen, mindjárt, hogy az energiám neki meg eddig kemény fél energiája ment le. No comment, PP-m is elfogyott, el is mindjárt kéne beszélnem. De inkább nézzünk el a játék végére. Egyébként a PP-t az összes Pokémon használja, nem így lenne eredetileg, de mi ez a küzdelem? Saját magam ellen megyek? Mi ez? Úgy tűnik, hogy esnek valami féles skizofrén hajlom. És csak a befejezés. Itt is rátudsz a statikus hangot. Megy egy szar kéne szöveg, Most jönne a Hall of Fame. Igen ám, csak hogy ezt a játékosoknak elhoztál. Ugyanis, ugye érted csak? Ennyi, kiakad. Tehát normálisan még a befejezéset is csinálták meg. Magyarul semmi értelme nincs végigjátszani ezt a játékot. Szép befejezés, az biztos. Ezért? De mégis ki a fenék csinálták ezt a játékot? Nos, egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy ország. Az a neve, hogy Kína. Volt egy cég, ami 93-ban alakult meg, ez a Vixing. Rémes játékokat csinálnak. És nézzük az oldalán a profiljukat. A Fuzo Vixing cég, fejlesztésben, gyártásban és játékok eladásában specializálódtak, és a termékeik hasznosak a gyerekek intelligenciájára. Mi van? A gyerekek intelligenciájára erre a játék nem jó. Meg az, hogy a szoftverek mind védve vannak copyright által. Az eszem megáll. Hétszeg! Mi az? Gondolkoztam azon, hogy csináljunk egy játékot. Milyen játékra gondoltál? Hát láttam a tévében ezt a Pokémon nevű agymosó rajzfilmet. És? Hát gondolkoztam azon, hogy csináljuk meg ezt a játékot. És mégis miből csináljuk meg? Honnan szerzünk olyan programozókat? Hát figyeljél! Az utcán élnek jó sokan! Adok nekik jó sok finom liszt, amit persze maguknak kell megfőzni. És a feleségeinket maximum eladjuk! Oké. Okay. Aj, ember kínzás. Hát igen, a kínaiak, akik még ott se tudnak írni, mert akciót írtak, ilyen emberkísérletek eredményeként, ilyen emberek tesztelhették, ez lett az eredményünk azzal, hogy ezt játszották folyamatosan. Gyerekek, ezzel ne játszotok, mert ti ettől meg fogtok őrülni. Én is megőrültem tőle majdnem, komolyan mondom. Szegény gyerekeket sajnálom, akik ezzel játszottak. A Vixing lehúzhatná magát a WC-n. Ja, egyébként a weboldalokat 2003 óta nem is fejlesztették, és olyan szar famiklónokat csinálnak. Elképzeltem, milyen lenne az, amikor kínaiak árulnák ezt a játékot. Üdvözlöm! Ha megvásárolja az elkövetkezendő 15 másodpercen belül a Pokémon Redet, akkor ajándékba kap egy zackó kínai cipőszeveszt, és egy kínai kesztyűtartót, és hogyha büszke rá, akkor vegye meg. Na, szevasztok! Sorry, buddy. I hope you'll still make me your famous fried rice. Money! Elképzeltem ezt, hogy a kínaiak elfoglalják az egész világot. Az a poén, hogy elvennék az amerikai gyerekektől, akik egész nap két pofára zabálják a hamburgert, a szendvicset, meg franc tudja mit a McDonald's-ba, a Burger King-be, meg a franc tudja milyen gyors éttermekbe. Tehát elvennék az Xbox 360-aikat, a PlayStation 3-aikat, meg a Nintendo Wii-üket, és kapnának helyettük azt a Nintendo Wii-t, ahogy a reklámban van. És kapnának hozzá egy kamu Nintendót, és mit kapnának hozzá? Így van! Ezt a szar Pokémon Redet!